A két csapat helyezését és formáját tekintve magasan a hazai együttes a mérkőzés esélyese. A kék cápák ősszel a fővárosban is 22 ponttal nyertek, és eddig összesen 12 győzelmet gyűjtöttek a bajnokságban. A MASZ második csapata 4 sikerrel az utolsó, 12. helyen áll az NB1B keleti csoportjában. Ettől függetlenül Sitko Ernő szakmai igazgató a játékosokat inti attól, hogy előre lefutottnak tartsák a mérkőzést. Ha így fogjuk fel a mérkőzést, hogy felkészülési mérkőzés, akkor nagyon nehéz dolgunk lesz. Ugyanolyan mérkőzés, mint bármelyik más. A MASZ-nak vannak jó játékosai, van egy NB1 átcsoportos csapatuk, akik közül sok játékos tudnak szerepeltetni a B csoportban is. Nem tudjuk pontosan, hogy melyik lesz az a felállás, amivel érkezik hozzánk a MAFC, és nekünk nem szabad hibázni, nagyon kell ez a győzelem is, ahhoz, hogy esetleg előrébb tudjunk lépni majd a tabellán. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint úgy készülnek a sereghajtó ellen is, mintha zélovast fogadnák. Úgy gondolom, hogy minden meccset kellő komolysággal kell lejátszanunk. Az, hogy a MAFC-nál ilyen előnyt tudtunk kialcolni, és úgymond könnyen mérkőzést tudtunk játszani, az nem azt jelenti, hogy ez a mérkőzés is ilyen lesz. Természetesen nem olyan erős ellenfelek, mint például a Hódmezővásárhely, vagy a MEAFC, akik utána fognak érkezni, de megpróbálunk komolyan készülni rájuk, és már a meccs elején eldönteni a mérkőzést. Amennyiben a mérkőzés a hazaiak várakozása szerint alakul, ismét sok lehetőséghez juthatnak majd a fiatal nyíregyházi kosarasok. Ha volt lehetőség rá, akkor az eddigi szakaszban is megkapták a lehetőséget, és egy picit beszélnék arról is, hogy talán nem mindenki úgy értékeli ezt a fiataloknak való játék lehetőségét, mint ahogyan kellene. Egy példát mondanék, az U16-os válogatott és most már U18-as válogatott játékos Debrecenben a múlt héten mutatkozhatott be egy-két percre, és teleposztolta a Facebookot, és mindenhol arról beszél, hogy végre bemutatkozhatott. Nálunk ez nem újdonság, nálunk már nagyon sokszor játszottak azok a fiatalok, akik az U18-as csapatnak a tagjai, illetve a Honvéd színeiben is van egy erős U18-as csapatuk, senki nem játszik az NB1-B csoportos csapatban. Mi teljesen más utat járunk, én örülnék annak, hogyha minél többet tudnának játszani a fiatalok, és annak is örülnék, hogyha ezt a csapat körül lévő emberek olyan úgy kezelnék, ahogyan azt kell. A Nyíregyháza Blue Sharks MAFC 2 mérkőzés kedden 18 órakor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig csütörtökön 20 óra 25 perctől láthatják a találkozót.